Hát ezt a napot is megértük. Megérkezett Magyarországra a Hyundai Kona Electric első példánya. Tegnap kapott zöld rendszámot, és ma a LeasePlan Car Next autószalonjának megnyitóján ki is tudtam próbálni. Mentünk vele egy kisebb kört. Hát autópályára már nem volt időnk fölmenni vele, de itt a Budaörsi úton sikerült menni egy kört, és hát szédületesen jó autó. A belső kialakítását tekintve nagyon hasonlít az Ioniqra, le se tagadhatná a rokonságot. A középső kijelző az gyakorlatilag teljesen ugyanaz. A gombok ugyan dizájnban mások, de a stílus az hasonló, és a gomb kiosztás is nagyon hasonló. A központi kijelző az egy kicsit nagyobb képernyő, a szoftver, ami fut rajta, az szinte ugyanaz, mint az előtt modellnél. Itt középen az elektronikus rögzítőfék, a irányváltó gombok, azok hasonlóan működnek, mint az Ioniqban. Van egy rekeszünk, egy lehajtható fedős rekesz, azon belül egy vezeték nélküli töltés biztosító hely a telefonnak, illetve egy USB csatlakozó. Itt középen ugyanúgy, ahogy az előző, hát ahogy az Ioniqnál megvan az ülésfűtés az első üléseknél, drive módot lehet választani, és ebben már alapértelmezett a Magyarországra kerülő modellekben a kormányfűtés. Van ugyanúgy autohold funkció, mint az előző modellben. Mindig előző modellnek jól, de az Ioniq. Ami újdonság a Konában, az a head-up display, amin megjelenik a sebesség, amit a táblákról olvas le a kocsi. Megjelenik az aktuális sebességünk, és hogyha fölismeri a sávokat, akkor a két sávot jelképező vonal zöldre vált. Ide ki lehet rakni a navigáció térképét, illetve az iránymutatásokat is, hogyha ha valakinek arra van szüksége. Ami nagyon más, az a tágassága ennek az autónak. Ugye egy magasabb építésű autóról beszélünk, és sokkal magasabb az üléspozíció, mint az Ioniqban volt. Hátul magam mögött én kényelmesen elférek, de tény, hogy én nem vagyok nagyon magas, a fejtér az nekem bőséges, és a csomagtartó sem tűnik kicsinek, bár nyilván mind az Ioniqé, mind pedig a Nissan Leafé, ami egy hasonló méretű autó, egy kicsivel nagyobb. A műszerfal egy kicsit, ugye ezt mindenki úgy szokta megítélni, hogy mennyire puritán, hogy mennyire puha. Igen, ebben kopogós műanyagok vannak gyakorlatilag mindenütt, kivéve itt az ajtó oldal kárpitja, az egy nagyon picit puha, de minden más egyébként kőkemény műanyag. Nekem nincs ezzel gondom, bár én valószínűleg ezt is valami világos belsővel kérném, hogyha ha ilyet rendelnék, ez a sötét szín. Ez még akkor is egy kicsit komor, hogyha vannak benne ezek a világos szürke, ezüst színű vagy ezüstös betétek. A kormány mögött lévő fülek, amivel a regeneratív fékezést lehet állítani, azok egy az egyben az Ioniqból származnak. Ugyanúgy van benne sávtartás, de a sávot most már nem olyan pingpongozással tartja, hanem sokkal pontosabban a sáv közepén. Sajnos ennek a kipróbálására most nem nyílt lehetőség. Van benne holtérfigyelő és figyelmeztető a tükrökben két oldalt, illetve a hátul az autó mögött a keresztirányú forgalmat is felismeri és mutatja a kijelzőn, hogyha tolatunk mondjuk egy parkolóból. Az autó töltése ugyanúgy CCS csatlakozón történik, mint az Ioniqnál, és az a különbség, hogy itt az autó orrába került a csatlakozó, nem pedig a jobb. Nem, bal hátsó, az Ioniq bal hátul van a töltőnyílás. A regeneratív fékezés az ugyanúgy négy szinten állítható. A drive módok között van normál, komfort, eco és sport. Sportban nyomtunk egy gyorsulást, tényleg impresszív, és én jobbnak érzem, mint az Ioniqnak a gyorsulását jelentősen. 82%-os akkumulátor töltöttségnél 364 km megtehető hatótávot ír még az autó úgy, hogy nincs bekapcsolva a klíma, de ha bekapcsoljuk, akkor 352-re veszi le a megtehető hatótávot. Ebben az autóban 601 km van összesen eddig, úgyhogy tényleg nagyon friss az autó, szinte csak itt próbálgatták. A következő egy hónapban ez az autó oktatásokra megy, de remélhetőleg november elejétől elérhető lesz a sajtó számára is, és akkor ki tudjuk próbálni egy kicsit
bővebben is, és meg tudjuk mutatni az autót. Ha tetszett ez a videó, akkor kövessétek a Villanyautósok közösségének YouTube csatornáját, illetve csatlakozzatok a csoportunkhoz a Facebookon. Ha már villanyautót használtok, akkor pedig csatlakozzatok a közösséghez a villanyautosok.hu oldalon. Sziasztok!